Krúdi Zsófia, illetve Krúdi Tamás, párkat.hu, két alapítója vendégeim. Isten hozott benneteket, szervusztok! Köszönjük a meghívást! Kedves nézők, nagyon is ismerősök lehettek, és hát beállnak, Madacsai beállnak a műsorában többször is. Tamás, nem tudom, hogy Zsófia, te is többször is voltál-e? Nem, én nem voltam többször. Hát itt már voltam többször igen, a televízióban, igen. De igen. Akkor is egyébként a párkat.hu kapcsán jöttetek be? Akkor kicsit volt beszél? Erről is például, de beszéltünk másról is, ugye a házasság hete kapcsán, de saját házasságunkról is beszéltünk, de a párkat.hu-ról azért beszéltünk már, igen. Igen, azt remélem tudjátok, aztán szerintem telefonban említettem, hogy nekem itt a nemzetközi kollégák mondták, hogy hát fú, párkat.hu, van egy katolikus, mondjuk nem egy partner keres, hanem egy házas pár. Ez, azt gondolom, hogy ez talán az egy nagy kuriózum ennek az oldalnak, hogy ez nem egy partner kereső, hanem ez tényleg egy pár. Egy házastárs találó. Ez nektek mikor robbant ki a fejetek? Vagy ez közösen valahogy gondolkodtatok, láttátok ezeket a szörnyű példákat az interneten, amik... Nem, éppen az érdekes ebben az egészben, hogy amikor ez egyáltalán nem a mi fejünkből pattant ki, hanem van az osztrák Kugler házaspár, akik elkezdték ezt Ausztriában csinálni, és mi megismerkedtünk velük, és ők mondták, hogy Magyarországon el kéne indítani. Ez 9 évvel ezelőtt, sőt, tehát 10 évvel ezelőtt történt, akkor kezdtünk erről beszélgetni, és akkor azt gondoltuk, mert ugye még azért viszonylag old school vagyunk, hogy erre nem lesz igény, az emberek furcsának fogják találni azt, hogy online ismerkedni, hogy a természetes lehetőségek azok úgyis előbbre valóak lesznek. És ahogy beszélgettünk erről, és úgy nekünk is kétségeink voltak, hogy ezt érdemes-e csinálni, akkor szóba került ez Bíró Püspök atyánál is, és mondta, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Ugyanis beszűkültek azok a lehetőségek, ahol hívő fiatalok tudnak egymással találkozni. Természetes módon is, ha tudnak új lehetőségek, azokat érdemes kihasználni. Hát nem beszélve arra, hogy azért az internetes társkeresőknek nagyon sok, azt inkább nem a gyógyulás, nem azt segíti, hogy akkor nagyon találtam egy párt, hanem azért nagyon sokszor elég fájdalmas vége lehet egy-egy olyan kapcsolatnak, vagy hát egy-egy ilyen keresésnek. Hát pont ez a legnehezebb a mai világban, hogy az emberek kell elhitetni, hogy én nekem nem egy olyan partner kell, akivel jól érzem magam valameddig egy időre, hanem tényleg az egész úgy vagyunk kitalálva, olyan a mi természetünk, hogy keresünk valakit, akinek teljesen és kizárólagosan tudjuk átadni magunkat, és mindenki ezt keresi. Csak egyszerűen annyi fajta mellékvágányt ajánlanak föl nekünk, hogy de neked ez jár, neked ez kell, neked erre van szükséged, és hogy itt pont azért olyan nagyon sok nálunk a sikertörténet, és azért olyan nagy a ráta, mert akik ide jönnek, azok már valahol rádöbbentek arra, hogy én nem ezt keresem. Én valakit keresek, akit én tényleg teljesen szeretnék befogadni, és teljesen szeretném átadni magamat. Ez persze nehéz, nem fogalmazódik meg mindenkiben így azonnal és elsőre, de mi az oldalon nagyon-nagyon tudatosan próbáljuk ebbe az irányba terelni az embereket, tehát hogy nagyon sok anyagot teszünk föl, amik mind-mind ebbe az irányba orientálják őket, mert annyi hazugság van, és olyan nehéz ebből az kihámozni azt, hogy igazából a jó Istennek mi a terve velem, és hogy szeretne engem boldoggá tenni, mert igenis boldoggá akar tenni, és igenis az embert azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül, és úgy vagyunk megteremtve, hogy vágyunk arra, hogy azt a szeretetet, amit kapunk tőle, azt átadjuk, és ebbe a szeretetbe egyre növekedjünk, és hogy pont a házasság az, amelyik a szeretetnek a felsőfokú iskolája, ahol megtanulhatunk szeretni, megtanulhatjuk, hogy milyen az az önzetlen, önátadó, önmagáról lemondó szeretet. Bocsánat, azt hittem, hogy szeretem valamit kiegészíteni. Igen, tulajdonképpen annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy egy szemléletváltás az, ugye, amire szükség is van. Tehát nagyon sok ember úgy megy bele a társkeresésbe, hogy húha, ki lesz az ember, aki majd engem boldoggá tesz. És hogyha lezajlik az a fajta szemléletváltás, amikor rájön arra, amit a Zsófi sem ugye pedzegetett és említett, hogy ki lehet az az ember, akit én boldoggá tehetek, amikor ez sikerül az embernek elérni. Tehát nem azon, hogy én várok valakitől valamit, hogy majd az én igényeim
igényeimet beteljesítse, mert az egy lehetetlen vállalkozás. Tehát nincs olyan ember, aki az én összes igényemet, ugye a Jóisten az egyetlen egy, aki képes lenne beteljesíteni a vágyaimat, tehát ember erre nem képes. Tehát amíg én arra várok, hogy valaki majd az én igényeimet teljes egészében kielégít és beteljesíti, az kudarca van ítélve. De abban a pillanatban, miért én úgy indulok neki ennek a keresésnek, hogy ki lehet az az ember, akit én a teljes erőmből boldoggá tudok, akarok, szeretnék tenni, akkor megfordul az egésznek az irány, és sokkal könnyebbé válik. Tehát egyrészt önismeretlen is jut az ember, másrészt meg könnyebbé válik maga az egész ismerkedés, meg találkozás is. Nem tetszett a honlapotokon, hogy több helyen is előteszi a diót, Isten adja, de nem teri fel. Ez a Goethétől egy idézet. És ami szerintem itt a hivatáskeresésnél, párkeresésnél ez a na majd az ő, majd úgyis ez Isten majd, nekem nem kell semmit, én hátra dövetek, majd akkor ő hoz valamit. És talán az internet az, hát szerintem sokunknak ez az utolsó opció, hogy hát oké, de inkább nem, inkább valahogy máshogyan, hogy majd az Isten akkor elém dob valakit, majd valamit kidob a gép. De hát ez a normális. Tehát, igen. Hogy ennél normálisabb nincsen, mint hogy az az utolsó opció. Igen. Tehát, hogy az ember igenis az a természetes, mert az embernek mindenképpen az az első, hogy... Persze, hogy és ez is csak arra való, hogy megismerkedjenek egymással. Tehát utána a személyes találkozó az nyilván... Tehát nem kötünk az internetre, nem kötünk nagyon fontos. Az nagyon igen. Fontos, mert azért rajta igen. Lehet ragadni ezeken a abszolút. Különböző oldalakon. Igen, meg amikor azzá válik, hogy akkor én egy ilyen, mint egy ilyen boltban, ilyen online áruházban, én akkor szelektálok. Hogyha nem a szemét, sosem a szemét keresem mögötte, hanem mindig egy ilyen felületet keresek, hogy na hát ki azok. Tehát, hogy ez is, ennek nagyon sok veszélye van, és ezzel mind fontos, hogy tudatában legyünk, hogy én hogy állok ehhez az egész kereséshez, hogy én ott hogy bánok azokkal az emberekkel, hogy én teljesen egy ilyen objektíven és szívtelenül én csak úgy keresgélek, vagy pedig igenis azt mondom, hogy ez egy ember, az Istennek a teremtménye, aki ugyanolyan szeretetre vágyik, mint én, és ugyanazért van itt, mint én. Tehát, hogy ezek a felületeket, mind nagyon fontos, hogy ezeket tudatosítsa magában az ember, mert ahogy a medium is the message, tehát, hogy nagyon könnyű elveszni abban, hogy én hogy használok bizonyos dolgokat. Igen, mondjuk azt is tapasztaljuk, hogy az egyre újonnan belépő generációk, meg emberek azért már otthonosabban mozognak, tehát, hogy nekik már nem olyan idegen ez az egész millió, mert az is igaz, és ez is tény, hogy beszűkültek az offline találkozási lehetőségek. Ugye most kitolódott a házasság, az első házasságnak az életkora, nagyjából 30 év környékén van férfiak és nők esetében, mind a nőknél is átlépte 30 évet. Tehát azok az évek, amit az egyetemen töltenek, ugye az egyetem arra volt kitalálva, hogy ott a fiúk és a lányok, az eladó sorbaért fiúk és a lányok találkoznak egymással, és utána összeházasodjanak, és akkor családokat alapítsanak. Ez most nem történik meg. Tehát az az utolsó olyan helyzet, ahol nagy tömegben parti képes fiúk és lányok együtt vannak. Onnantól kezdve, amikor kilép onnan, belép a nagyvilágba, ez megszűnik, ez a lehetőség megszűnik. És nagyon lezáródnak azok a természetes csoportosulások, kapcsolódások. Talán még a plébinai hittan közösségek is, ugye az egyetemi után már nem feltétlenül vesznek részt benne az emberek. És akkor marad ez a lehetőség. Tehát nagyon, nagyon beszükülnek azok az adottságok lehetőség, ahol egy fiatal rátalhat a másikra. Én nekem itt a gimnáziumi élményeimet, ha felelevenítem, akkor azért úgy megdöbbentett, hogy nagyon sokan egy ilyen kapcsolat körbe, folyamatosan egyik kapcsolatban a másikba ugrottak. Nagyon ijesztő volt látni, és talán pont itt ez a, említetted Zsufi, itt a veszélyeit ezeknek a különböző oldalaknak, partnerkereső oldalaknak, hogy talán ez, hogy akkor most már akkor megint kivel, de nem, itt most már sokkal komolyabb a cél, ennek már tényleg célja van, mégpedig az, hogy az örök élet felé, az Isten felé együtt, közösen, házasságban. Igen, és ez az, amit, hogy egy nagyon tudatos készületet igényel. Tehát ugyanúgy, ahogy egy sportoló készül, ahogy a tanulmányainkkal készülünk arra, hogy valami célunk van azzal, hogy én most iskolába járok, hogy tanulok. És ugyanúgy ez nagyon tudatosan kéne készülni erre is, hogy erre a hivatásunkra, hogy én igenis egy házasságra készülök, és ott
arra, abban magamat edzenem kell arra, tehát hogy az erényekben abban, hogy kitartó legyek, hogy mértékletes legyek, hogy egy csomó mindenben, hogy tényleg alkalmassá váljak arra, hogy házasságra lépjek, és ez abszolút nem, és ez a randi kultúra, meg az, hogy járunk, és akkor minden belefér, és mindent kipróbálok, ez pont az ellenkezőjét, pont tegnap beszélgettem egy pszichológus barátnőmmel, aki azt mondja, 25 éves praxisában más se hallgatott, mint az, hogy hogyan sérültek agyon ezekben a kapcsolatokban a fiatalok, és hogyan váltak egyre kevésbé alkalmassá arra, hogy meg tudjanak nyílni egy másiknak, mert hogy a kötődésükben sérülnek, a személyükben, a méltóságukban, mindenben, tehát abban, hogy én szerethető vagyok, én elfogadható vagyok, és teljesen úgy, ahogy vagyok, jó vagyok, és nem pedig lecserélhető, és kidobható, és akármi, hanem igenis szeretem. Igen, és itt is van egy generációs váltás, és ez egyébként a jó irányba, ez a meglepő az egészben, mert a mi generációnk ugye velünk még úgy még nem voltunk készen, tehát nem tudatosodott bennünk, hogy a házasságra érdemes és szükséges is készülni. Tehát ugye azok a nagy kulturális erők, amik korábban a mi szüleinket, nagyszüleinket még összenyomták és össze is tartották, ugye, hogy nem engedték őket szétválni, azok a mi ifjúkorunkban már meggyengültek. Tehát, és a szüleink még nem tudták nekünk elmondani azt, hogy itt a házasságra készülni kell, szükséges is készülni, és nem fog veletek csak úgy megtörténni, mert ők se tudták. És ezt mi a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, és ugye ez a generáció ugye magas vállási arányjal, meg mindennel egyszerűen elszenvedi ennek az egésznek az ódiumát. És azt tapasztaljuk, hogy a mostani fiatal emberek, tehát elkezdődött egy nagyon érdekes fiatalodás a párkaton, tehát ahhoz képest, hogy 9 évvel elindult, egyre fiatalabbak vannak. Mert ugye akkor inkább 30 fölöttiek voltak korábban? Így van. És megjelentek a férfiak. És az átlag élet, sőt, most már többségben vannak a férfiak. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy olyan felnövő generáció, akik tudatában vannak annak, hogy itt már pedig ez nem fog velük csak úgy megtörténni, hogyha nem tesznek érte valamit. És fiúk is, lányok is, és mondom a fiúk, ez nagy meglepetés, fiatal férfiak jelennek meg tömegében a párkaton. Ez nagyon-nagyon, ez az utóbbi egy-két évnek egy ilyen nagyon érdekes jelensége. Szerintem nagyon fontos az, hogy minden egyes ilyen regisztráció, bármilyen oldalra jelentkezünk, közösségi oldaltól kezdve, vannak feltételei. De az, hogy ennek az oldalnak mik a feltételei, azt mindenképpen említsük, mert szerintem az tényleg egyedi. Hát először is 18 évet betöltött, hogy nagykoruként már tudja azt mondani, hogy saját döntésedben is. És az, hogy te szabad legyél arra, hogy szentségi házasságot kössél, tehát hogy ez nagyon fontos. Igen. És az, hogy a katolikus egyháznak az tanítását és az értékrendjét a házasságról és az életnek a szentségéről, meg azt elfogadjad, és ez nagyon fontos feltétel. Igen, tehát ez nem feltétlenül kell valakinek katolikusnak lenni, ez egy katolikus társkereső, nem feltétlenül kell, de ami mindenképpen szükséges, hogy a katolikus egyház tanítását a házasságról és az élet szentségéről azt el kell fogadni. Tehát ez egy... Igen. Akkor az lehet, a katolikus anyaszent egyháznak, a katekizmusának ez a része, akkor az lehet, hogy kötelező olvasmány akkor abszolút azoknak, akik jelentkezni szeretnének. Igen. Itt mit is említetted? 9-10 év? 9 éve, most lesz február 14-én. Február 14-én, 9 éve. Igen. Akkor boldog születésnapot. Köszönjük szépen. Hát, sikertörténetek, ugye abszolút vannak sikertörténetek, mármint több sikertörténet van, felteszem, felteltőleg, mint ami az oldalon, az meg is jelenik, vagy ami visszajeleznek. Sokkal több van, mert bárhova menjünk mindenhonnan, tehát informális úton rengeteg helyről halljuk azt, hogy a hugom, a nővérem, a barátom, a testvérem, a nem tudom kicsoda, az a párkatton talált meg a házastársát, és össze is házasodtak. És kérünk mindenkit ezúton is, hogy legyen szíves, írja meg a sikertörténetet, mert ez az, ami segít a többieknek, hogy igenis van esély, van remény, és érdemes megpróbálni. Tehát a sajnos csak töredéke az, aki nem feltétlenül kell megírni, tehát azért nagyon hálásak vagyunk, hogyha valaki meg is írja a történetét, mert az egy teljes kerek egész, és abból lehet tanulni is, mert azt mondom, az tartja a lelket a keresőkben.
hanem csak annyit közöljön, annyit írjon vissza, hogy igen, megtaláltam, boldog vagyok, köszönöm szépen, ennyi, és az már jó. De ez olyan annyira szép, mert tényleg az embert elsodorja ezt, hogy az ember, végre túl vagyok ezen, megtaláltam mindent. Igen. És ugye amikor már van nekik ilyen két gyerekkel, hogy jaj, hát most már azért eljutottunk odáig, hogy elköszönjük azt, igen, hogy van ez, azt, hogy és hogy találkozhatunk, ja. Tehát hogy ez teljesen érthető, és az élet az ilyen, hogy megy tovább. És igen, az, hogy azt viszont annyi sikertörténetben van, az a kis idézet, hogy milyen sok erőt adott neki másoknak a története, hogy ő is ugyanebben a cipőben járt, ő is ennyinek reménytelennek találta az egészet, ő is azt gondolta, hogy na hát, ez neki ez nem fog sikerülni, és amikor elolvasta, hogy másnak sikerült, akkor ez újult energiát adott neki, és egyszer csak sikerült. És tényleg. Igen. Nem a számokra fókuszálva, de esetleg van egy-két ilyen adat, hogy még hányan regisztráltak, vagy hányan ő? Hát a 10 000 fölött van már a regisztráltak száma, ebből olyan 6 000 fölött van azok, akik már tényleg aktívan használták is, mert úgy van, hogy van egy regisztrációs felület, és ott az ember körül tud nézni, úgyhogy nem látja a profilokat, tehát nem látja az arcokat, de azért el tudja olvasni, hogy rá tud keresni, hogy az ő körzetében, az ő korosztályában, tehát hogy egyáltalán érdemes-e neki ezzel aktívan részt venni ezen a honlapon. Úgyhogy hát több mint 6 000 már úgy döntöttek, hogy érdemes, és az van, hogy mi olyan 5 év után gondoltuk azt, hogy valami nagyon kevés visszajelzést kapunk, és hogy legyen valami visszajelzésünk, ezért a leiratkozásnál megkérjük azt, hogy válaszol 3 verzióból, hogy a párkaton talált, valahol máshol talált, vagy máshol indokból. Miért iratkozik le? Iratkozik le. Igen. És akkor ebből kapunk egy visszajelzést, hogy azért 10-15% azt jelöli meg, most már inkább 15 főt van, akik, hogy a párkaton talált valakit, és azért iratkozik le. Tehát, hogy nekünk ez egy most nagyon fontos visszajelzés. Igen. Hát remélem, hogy minél többen fognak hallani erről az oldal, párkat.hu, istenek társat találni, házastársat találni, és családot alapítani. Krúdi Zsófiának és Krúdi Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen.